műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsorában. A nyáron volt két külön kiadásunk, egy a labdarúgó Európa-bajnokság, egy pedig az olimpia kapcsán, de igazából a szezon is ezzel a kezdőkör új idénye most indul. A terveink, reményeink szerint, ahogy korábban is megszokhatták, keddenként beszélgetünk majd a stúdióban a fehérvári, a magyar és akár a nemzetközi sport fontos történéseiről, azokról, amelyek témát szolgáltatnak a szurkolóknak. Hál' Istennek továbbra is elmondhatjuk, hogy Fehérváron azért nagyon sokan szeretik a sportot, és gondolom majd az előttünk álló vagy részben már elkezdődött szezonban is sokan fognak járni meccsre, és hát mindig vannak olyan történések, amelyek a nehézsúlyú vélemény vezérekből is kicsalják azért a tutit, úgyhogy azt gondoltam, hogy rögtön itt az első adásban, a legújabb szezonban tényleg valóban nehézsúlyú vélemények fognak elhangzani. Ez kizárólag a véleményekre vonatkozik, mondom most, amikor bemutatom a vendégeinket, hiszen a mai első adásunkban itt van velem Kaiser Tamás barátom, kollégám, akivel annak idején együtt kezdtük ezt a műsort, azóta pedig vendégként jár hozzánk. Hozzá kell tennem, hogy régen volt el ilyen slang, tehát nem is szabad, hogy magadra vegyed a jelzőt, amit az imént mondtam. Tomi, jó látni, ezek szerint a sport máshogy is jelen van az életedben. Mátai Balázs kollégánk, a Fehérvár Média Centrum és a Média 24 újságírója, és hát Horog László mindenki apukája, Lacia és vélemény példaképe. Igen. Köszönöm, Tamás. Minusz 100 kilós versenyző kötött fogásba, én plusz 126-os vagyok. Hát fiúk, véget ért a szabadban nyár, ami azért hozott néhány emlékezetes nagy pillanatot. Most már majd arról fogunk beszélni, ami jelenleg is zajlik, illetve előttünk áll, de arra gondoltam, hogy ilyen indítónak beszélhetnénk arra, hogy számotokra, hogyha egy röviden vagy fel tudtok idézni, hogy mi volt a nyár pillanata. Lehet ezeket, ez nyugodtan akár magánéleti is, de gondolom, hogy a sportban is volt olyan, amit figyeltetek, néztetek és megjegyeztetek, vagy úgy emlékeztek vissza rá, hogy ez azért sokáig bennetek marad. Hú, de nehéz. Hát mondom ezt olyan újságíróknak, hogy részben ott voltak egy foci EB, nyilván dolgoztak egy olimpiai tudósítás özönben, vagy pedig csak nézték az eseményeket. Biztos nehéz azért egyet kiragadni. Hát nem kell feltétlenül ezekből választani. Mondom, simán lehet, hogy a Paks Fiorentina elleni helytállása, például Lacinak biztos, hogy... Felcsúk. Vagy a Paks Fiorentina, mindegy. A Paksok is voltak helytállásai. A Pafcot mondták, csak elhallás. Az, ahol Lacira nézek, már Paks jut eszembe mindig. Úgyhogy... Sugárzott. Igen. Hát nem tudom, szerintem... Akkor mondok többet, jó, de nem... Persze. Töltjük meg vele az egész műsor. Szerintem Csobot Kevin gólja a skótok ellen. Nekem személy szerint, amikor hazajöttem Németországból, akkor az egész Milák sztori, Kós Hubert, akkor a Rasovszky Betlen duó és Gulyás Michel. Tehát, hogy így nagyjából ezek. Ez szép, hát most már akkor ne ezek közül választhatok. Kivéve, hogyha valakinek szintén ez okozott... Akkor én csak és a videómóniát senki nem mondja. Na, akkor én csak egyet mondok, mert közte van az összes nálam is szinte, amit a Tomi említett. A Kós Hubert, az első olimpiai bajnoki címünk, ami előtt azt hittem, hogy hú, lehet, hogy még aranyunk se lesz, csak ezüstök meg bronzokkal tapétázzuk ki. De nagyon nehezen jött meg az első arany ezért. Nekem Csobot Kevin egyedül torony magasan, és talán nem... és annyira csak a gól pillanata, hanem utána, amikor a csapat két órával később kigördült a stadionból, és akkor tudtam, hogy számomra az EB ott véget ért, mert biztos se vettem, hogy 8 napot kellett volna várni, és aztán elindultunk haza, és olyan érzéseim voltak, hogy örülök, hogy itt lehettem, és hogy egyáltalán a magyar csapat is ott volt. Ugyanilyen érzések avarogtak bennem a svájciak elleni első 45 percben, amikor tényleg nem játszottunk jól, sőt rosszul játszottunk. Akkor is az ember mindig elkezdi keresni a pozitívumokat. Ugyanez volt, mondom, a Csobot Kevin góljánál, hogy megcsináltuk. Nem vercserekként megyünk haza, és jó volt, hogy itt lehettem. Hát meg önmagában nyilván egy ilyen gól egy nagyon fontos válogatott meccsen a 100. percben, amikor már
amikor már kicsit nem bízunk benne. Hát én is mondok egy pillanatot, és nem azért lesz nem magyar vonatkozású, mert nekem ne lennének ugyanezek nagy élményeim. Tényleg én ezt a gólt veletek ellentétben itthon láttam tévén, tényleg fantasztikus volt ott ordítani és átélni újra, hogy egy magyar válogatott gól ilyen katarzist is tud okozni. Nekem egy kicsit az egész nyár, meg azért mégis csak egy olimpia éve volt, én Duplantis világcsúcsát éltem melyiket? Meg úgy. Melyiket? Hát ugye? Azóta, igen, most az olimpiairól beszélek, az olimpiai, azóta ugrott nyilván még egyet, de olyat én még nem láttam, hogy egy stadionban 70 ezer ember arra az egyre figyelt. Tehát ez egy emblematikus pillanat volt, véget ért a napi atlétikai verseny, és mindenki azért maradt a helyén, mert a világ jelenlegi talán legnagyobb atlétája, de mindenképpen marketingben, PR-ban a legnépszerűbb, ott neki ment egy világcsúcsnak. Azért az, hogy egy olimpián 70 ezer ember előtt, aki csak téged néz, megugrod a valaha volt legnagyobbat, az szerintem katartikus volt, és főleg, hogy egy olimpián, és emiatt úgy érzte az ember, hogy tényleg a sport is egy magasabb szintre vagy csúcsra emelkedett ezáltal. De hát tényleg, hál' Istennek, csak az olimpián számos ilyen volt még, nem csak a magyarok, azok is nyilván. Egyébként Gulyás Michelt meg azért emelném ki tényleg, mert ebben az adásban is rengeteget vitatkoztunk már, meg ezen kívül is arról, hogy az öttusa fölött eljárt-e az idő, kellett-e ez a láncfelvarrás, meghal-e ezáltal a sportág. Most majd megvárjuk, hogy milyen lesz ez az új, de mégis valahol a klasszikus, az igazi öttusának ez volt az utolsó momentuma egy olimpián, és hát nekünk azért ez nagy dolog, hogy egy magyar versenyző nyert. És tegyük zárójelbe, hogy az utolsó lett olyan, amiről 20 éve beszélnek, hogy kéne kinéznie egy öttusa versenynek, hogy az élvezhető, követhető, nézhető, igen, legyen egy helyszínen, és a többi, és a most többi. Még a lovak se zavartak annyi vizet, bár itt is volt azért, akinek meggyűlt velük a baja. Én azt mondom, hogy ha így meg tudnák csinálni az öttusát mindig, tehát nem csak egy olimpián, hanem mondjuk egy fehérvári Európa-bajnokságon is, vagy egy éves világbajnokságon, akkor semmi probléma nem lenne, mert az meg, hogy egy négylábú időnként megmakacsolja magát, az korábban is benne volt, csak nem kapott akkora drámai felhangot, mint a tokiói olimpián. Na jó, hát és aztán véget ért ez a rengeteg élményt hozó nyár, kicsit belecsöppentünk már ugye az új szezonba, és hát nem lenne kezdőkör a kezdőkör, hogyha nem a focit és a vidit vennénk előre, már csak azért is, mert tényleg ott zajlik ugye olyan értelmezhető szezon, ahol már történeteket, történéseket látunk, és beszélünk majd mindjárt arról, hogy látjátok ezt a mostani vidit, de menjünk egy kicsit vissza oda, mert emlékeim szerint a kezdőkörnek hamarabb vége lett, mint hogy megtörténtek volna itt az igazán nagy drámai változások. Ugye Bartosz Zselák úgy búcsúzott el ettől a csapattól, amikor hazament úgymond egy hónapos nyári szünetre, hogy addigra már identitásról, kötődésről, játékformáról, klubfilozófiáról rengeteget beszélt. A csapat egy vitatható módon lemaradt az utolsó pillanatban a dobogóról, de megvolt a nemzetközi kupaszereplés, és hát szerintem mindenki úgy elkönyvelte, hogy ez a szimpatikus véd végül is összerakott egy csapatot, mely majd most a nemzetközi porondon mehet. Hát ehhez képest egy hónap múlva a Zselák könnyedén, vígan, vidáman besasszézott Újpestre, elkezdte mesélni ugyanezeket a történeteit, a kötődésről, a filozófiáról, az identitásról. Fehérváron meg kezdett kiesni jó néhány tégla az épületből. Nem tudom, ti mennyire voltatok bennfentesek, volt-e ennek egyáltalán előszele, és mennyire éltétek meg csalódásként, mert igazából magyarázatot se a Vidi, se Zselák, senki részéről azóta nem adott, hogy mi történt itt a nyáron, ami ekkora földindulást hozott, aztán tényleg egyik pillanatról a másikra. A benzinárak. Az most az Újpestnek csöpög innentől, igen, kezdve. Igen, ugye a derbin ilyen önironikusan ki is rakták ugye az újpesti szurkolók, hogy tankoljatok el a pénz. Hát ezt hallgattuk éveken át, igen, ugye a Vidi szurkolók, hogy a MOL-nál nem tankolnak a riválisok, mert hogy most akkor ez a Fehérvárt gazdagítja. Jó, valóban a MOL távozása az ugye már korábbi történet, tehát ezt tudtuk, és nyilván van összefüggés. Csak az, hogy megérkezett Újpestre. Igen, hogy beállított Újpestre. De én azt gondolom, hogy azért a profi futballban is, ahol nem az érzelmek diktálnak, meg tudjuk, hogy a pénz számít, ez azért szerintem elég példanélküli, hogy egy vezetőedző meg egy komplett stáb úgy hagyjon ott egy csapatot, és én egyáltalán nem mondom, hogy ez kizárólag Bartosz Zselák sara, csak valahogy a kommunikáció nálam nem stimmel, elmegyek, mint fehérvári szívű identitású, itt dolgozó, itt készülő edző, és visszajövök egy másik csapathoz úgy, hogy ide annyit sem mondok, hogy sziasztok. Hát de itt derül neki, hogy ezek mekkora lózungok, hogy mennyire tényleg ezek az emberek ma már, és tényleg játékos klubvezető, edző tisztelt a kivételnek,
Azt mondják, amit mondani kell. Amikor elmész egy ilyen beköszönő sajtótájékoztatóra, akkor nagyjából le tudod írni előre, hogy mi az, amit már majd a az érkező. Így van. Gyermekkori álmod teljesült. Így van. Hát most igen. Most például most éppen Sancho az, aki ugye Unitedből ugye elment a Chelsea-be, és kiderült róla, hogy gyerekkora óta Chelsea szurkoló, szóval ezek igen, azért igen. Nevetséges dolgok. És nagyon érdekes, hogy amikor közben csinálsz egy interjút mással, aki alapvetően mondjuk egy őszinte figura, és szerencsére van egy-kettő ilyen, akkor az interjú után így az nem volt erős, mondom, nem tökéletes. Végre mondom, valaki de őszintén beszél. De most Zselák nem ilyennek tűnt, mert nekem igen, tehát én nekem azért volt az egész csalódás, és azért vettem fel azért a kérdést, és szeretném, ha ebbe is elmondáltok a véleményeteket, hogy azért ez két félen áll. Tehát én nekem az a gyanúm, hogy neki azért volt valami oka, attól, hogy mondjuk, hogy így megy el, hogy tényleg vissza se ugat egy köszönömöt, vagy egy szevasztokat mondjuk a szurkolók felé, akik brutálisan... Miért a többiek is szóhoz jutnak? Most én abban a tekintetben nem várom el, hogy Zselák visszaköszönjön, amikor a klub úgy dobja ki a meghatározó 8 évig itt futballozó játékosokat. Na, az ablakon, hogy erről nem köszön. Erről beszélek, hogy akkor viszont nem csak Zselák van nem szerintem itt alapvetően van egy probléma, ez egyik, a másik meg nyilván Zselák tudta, hogy még annyi pénz sem lesz, mint eddig, és ő nem akar 17 éves játékosokból csapatot építeni, ami mondjuk Pető Tamásnak megtetszik. Innen nézve mondhatjuk, hogy tulajdonképpen korrekt, hogy nem mondott semmit, mert elmehetett volna úgy is, hogy gyerekek, én itt akartam dolgozni, itt építettem egy csapatot, itt voltak nagy céljaim, ti meg mindent szétromboltok, amire én ezt építettem, és ennyit sem mondott, tehát akkor viszont azt is mondhatjuk, hogy legalább nem hányta vissza a sarat. Ő nagyon furcsát mondott azzal, hogy ennyire profi és ennyire jó szellemi klubnál nem dolgozott, mióta elhagyta Svédországot. Ezzel utalt arra, hogy itt szerintem nem volt minden kerek. Amennyire zseniálisan kommunikált... Mármint azért már az Újpestre mondta ezt. Az Újpest kapcsán az első bemutató sajtótájékoztató mondta azt, hogy hát ez valami csoda meg, hogy ez a család. És itt el is vesztette a fehérvárjak, mert utána megjelentek Molinók, és voltak bizonyos hangukat. A fehérvári drukkerek úgy érzik, hogy cserbe hagyta őket, mert ő velük végtelen baráti kapcsolatot ápolt, és nagyon-nagyon jó kezelte és mozgatta a drukkereket. Ők végig mellette álltak, elment velük adott esetben inni. Tehát tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy amit Fehérvár edzőként csinált, az professzionális volt. Szerintem edzőként is, tehát közel nem volt annyira rossz edző, mint ahogy a Balázs kezelte, mint ahogy az SMTK kiesés a kupából, meg a rettenetes kezdés, és valószínűleg nem volt annyira jó edző, mint ahogy szerepeltünk a végén. Tehát tulajdonképpen a kettő között lehet az igazság. Furcsa volt, hogy nem szólt vissza semmit. Valószínűleg történhetett valami a háttérben. Azzal együtt egyébként visszatérve még Fiola Attilára, amire utalt a kollega. Én úgy gondolom, hogy a vele való elválás is nem ennyire éles, hogy a klub volt rossz, vagy a játékos volt túlzottan éhes. Ő megkapta az ajánlatát áprilisban, ami a 40%-a volt a korábbi jövedelmének. A korábbi jövedelme volt elképesztően túlzás. Itt szerintem kapott egy tisztességes ajánlatot. Csak keresel valamennyit, utána mondanak a felénél kevesebbet, te méltánytalannak érzed, és ezt ki is nyilvánítottam. Hát ott szakadtak meg a tárgyalások. Van, ahol megfizetik azt, amit esetleg ő még mindig reálisnak gondol, de most Újpesten van csak pénz. Ezek azok a dolgok, amik mondjuk négy fal között két menedzserrel meg a klubvezetéssel lezajlik, és utána, amikor megszületik a döntés, és mondjuk az ember rákérdez egy sajtótájékoztatón, hogy Fiola egyébként nem tudjuk, hogy mi van vele, de fönn a honlapon még a keret tagjaként szerepel, akkor nem kapsz rá egyértelmű választ, ez egy dolog, zárója, de az, hogy egyébként meg nem köszönsz el a játékostól, úgy, ahogy mondjuk tette azt a klub Tóth Balázs esetében. Mindjárt beszél. Miközben Fiola Attila 8 évet futballozott ott, és Tóth Balázst én nagyon-nagyon kedvelem. Nagyon jó kapus volt, egy nagyon szimpatikus ember, játékos. És másfél évet és volt így gyakorlatilag. Egyet. Igen. Egyet. Egyet. Balázs is nyilván szóhoz fog jutni, és akkor majd utána már minden. Tóth Balázs? Kapcsoljunk. De az jutott eszembe, amit Laci mondta, hogy behozta Fiolát, hogy azért óriási különbség van akkor, amikor egy játékos megy el egy klubtól, és akkor amikor egy edző, mert a játékos, tehát tényleg mindig tudjuk, hogy vagy egy szerződésvita, vagy egy juttatásvita, vagy valakivel megromlott a kapcsolata. Ugye emlékezzünk erre a Hero to Zero feliratra, már nem is emlékszem, ki volt az a hoki játékos, akit imádtak a fehérvári szurkolók, és egyszer csak fogta magát. Múró, Eden Múró, a kapus. Nem,
nem csak volt a Múró egy játékos, de meg vezetőedző, aki hát az meg a Roppelin. A Pelin. Az meg a Roppelin. Pelin, így van, Pelin. Aki fogta magát, és miután, miközben itt tényleg terveztek vele, és nem, és a Pelin kirúgták. A Pelin rúgták, kirúgták, mert a Makita fúrós mondása, ugye Locskai Gábornak innét akkor, van. Akkor bocsánat, az Edem Múró volt évek alatt. Pelin elődjé távozott, elment Rittensportba, Olaszországba. Az élő szerződését úgy gondolta, hogy nem léptet életbe a következő évet, mint ahogy Konstantin is ugyanezt tette meg, hogy elment az Egyesült Államokba. Na, szóval az a lényeg, és tényleg bocsánat, ha keverem a neveket meg a sztorikat ennyi idő után, de hogy amikor elmegy egy játékos, akkor nagyjából mindenkinek van legalább halvány fogalma, hogy mi volt a probléma, és amikor egy edzőnek üzennek már a szurkolók, aki távozik egy klubtól, ott tényleg azt kell gondolni, hogy van valami, amit senki nem mond el, mert Bártos Zseláknak látszólag a kommunikáció szintjén, az általunk ismert tények szintjén nem volt rá oka, hogy egyik pillanatról a másikra itt hagyjon egy projektet, amire büszke volt, amin dolgozott, amiről számtalan szép mondatot mondott, és ezért gondolom, hogy lehetett itt hallani, hogy azért volt problémája azzal, hogy a fiatal szabály miatt csesztették, nyilván miután már nem volt volna, a klubnak kellett volna az a pénz, amit be lehet tenni egy 20 éves játékos után. Ő meg nyilván azt nézte, hogy ki játszik jól a csapatban, tehát hogy lehettek olyan ellentétek, amik ide vezettek. Na most Zselák kapcsán ezzel sok mindent elmondtam az elmúlt időszakban, amióta idejött. Legnagyobb problémám az volt vele az elejétől kezdve, hogy én nem nagyon láttam meg olyan edzőt, akinek kellett majdnem 8 hónap ahhoz, hogy a csapat elkezdjen valamit felmutatni. Tehát nyilvánvalóan nem volt... Mondok egy nevet, Erik Ten Hag. Szerintem neki sincs már ott helye régóta, szerintem most a Liverpool ellen 0-3 után újra gondolják, csak Angliában valamiért sokkal türelmesebbek, mint itt. Bejött végül is a türelem, annak ellenére, hogy egyébként kétszer akarták Zselákot kirúgni, csak különböző okok miatt egyikre sem került sor. Maradt, és a csapat elkezdett focizni, illetve nem is focizni, hanem elkezdtek jönni azok a jegyek, amik például most jellemzik ezt a Csikó csapatot, hogy küzdöttek, hajtottak. Legalább a néző azt látta, hogy akarnak valamit. Zselákkal aztán a szurkolók is ugye egyre jobban megbékéltek, sőt, egész haveri viszonyt alakítottak ki. Szerintem ezt egy kicsit ő túltolta, nem gondolta ezt teljesen olyan őszintén, ezt a nagy haverságot. Aztán jött a nyár, amikor nyár elején már szóltak neki, hogy figyelj, oké, minden frankó hurá, de a fiatalokat muszáj, és be kell építeni, nincs mese, és én úgy gondolom, úgy hallottam, hogy ez volt a fő oka, amiért ő egy kicsit visszahőkölt, de úgy ment haza, hogy jövök vissza, és akkor folytatjuk, aztán meglátjuk, egyebek. Megkereshette az Újpest, tehát azért még a magyar focin belül is vannak azért lefektetett, meg íratlan szabályok is. Nyilván nem keres meg egy klub úgy egy szerződéssel rendelkező vezetőedzőt egy riválisnál, csak hogy tudná, hogy el lehet hogy mozdítani. Van benne szándék, és, igen. És most oké, hogy ott a MOL pénz, de még hogyha mondjuk a Ferencváros keres meg így valakit, aki játékossal edző, és megteheti ezt, hogy azt mondja, hogy valahol föltűnt egy csiszolatlan gyémán, abból majd mi fogjuk kihozni a hasznot, és akkor fizetek érte valami pénzt. Tehát számomra ez értelmezhetetlen volt, nem emlékszem ilyenre, hogy szerződéssel rendelkező edzőt elhozni úgy, hogy pontosan tudott, hogy elhozhatott. Tehát azért mondom, hogy itt valami olyan történések is voltak, amikről valószínűleg mindenki tudott, hát a közvélemény nem feltétlenül. Nyilván nem annyira. Nyilván, de a Vili pénzt kapott ezért az emberért, és Vili úgy ítélte meg, hogy pénzt kapunk érte, és az új szakmai stáb, tehát tulajdonképpen a Zselák pénze, az több volt, mint most a teljes szakmai stábé, mert egy Pető Tamással, aki jön egy MB3-as Veszprémből, abba hagyja az edzősködés szakmai igazgató, lesz teljesen más pozícióból tárgyal, mint a svéd élvonalból egy dobogóstól érkező edző, akinek nem is nagyon tudtuk az előző karrierjét, de svéd élvonalból jövök, sikeredző vagyok, egy kis csapatot bent tartottam, utána a dobogóssá tettem, mekkora edző vagyok. Hú, hát ez mekkora gondolat lenne. Egy Fradi is belenyúlt egy Janssenbe, aki az Alkmaarra jól szerepelt, de teljesen sötét ló. Ugyanez volt egyébként nálunk Zselák kapcsán is, ezt érzékeltem. Pető Tamással tárgyaltak egy teljesen más pozícióból. Játszatni fogja a fiatalokat, hiszen erre épül a projekt. A fia biztosan itt marad, aki szerintem egy zseniálisan tehetséges labdarúgó. Játszatja Dala Martint, játszatja a Berkit, tehát Kis mondhatnám Kovács, a neveket. Babost, tehát bizony, tulajdonképpen működik a rendszer, és a klubnál is azt mondták, hogy pénzt kapunk, egy probléma forrással talán kevesebb, és ő bizonyosan, Pető Tamás betartja azt, amit mi szeretnénk, hiszen számára is egy óriási karrier lehetőség. Annál is inkább, mert én úgy hallottam, hogy Zselák úgy írt alá az Újpesthez is, hogy abban ott konkrétan benne van, hogy bizonyos számú fiatalt szerepeltetnie kell.
csak úgy írtak vele, ha leesadták meg azokat a feltételeket, amiket kért. A legendás Újpesti Akadémiára. De már most egy csomó fiatalat összevásároltat, nézd meg. Tehát, hogyha valahova nem mentem volna Zselák helyében, az például Újpest, pontosan azért, amit Mészői Gézával műveltek a klubnál, akit oké, hogy részben még ugye Düsát elé vitt oda, ugye tűzoltónak, de ott állítólag azt ígérték ugye Mészőinek, hogy ha bentartja az Újpestet az első osztályban, akkor nyártól folytathatja a munkát. Ugye bentartotta, és most Bartosz Zselák az Újpest vezetőedzője. Szóval ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, de nyilván ugye itt az ember aláír egy szerződés, itt pontosan tudjuk azt, hogy José Mourinho is volt, hogy munkanélküliként egy időben három helyről is kapta még az éppen korábbi fizetését. És a másik olyan dolog, amire persze lehet mondani, hogy ilyen a futball, meg szerződések vannak, meg piac van, hogy azért Zselák lassan a fél vidit oda vitte azóta, vagy hát ha nem ő, akkor mondjuk például az a sportigazgató tanácsadó, aki ugye szintén dolgozott Fehérváron, egy kicsit azért nekem vicces az, hogy jött egy giga főszponzor, aki magyar viszonylatban nyilván nagyon sok mindent megengedhet maguknak, és akkor azt gondolják, hogy abból a csapatból építenek újat, amelyik egyébként két szezonnal ezelőtt majdnem kiesett az NB1-ből, és most negyedik lett az NB1-ben, tehát ennyire vonzó volt ez a fehérvári projekt, vagy Zselák ragaszkodott ennyire az embereihez? Mert hát nem biztos, a bankok nem akart elmenni, nem biztos, a legfőbb találmányok Zseláknak, nem nemzetközi szinten tervezett hát ilyen csapatot. Gergényi ugye tavaly jött, tehát ő is egy évet töltött itt Fehérváron. Hogy szerette őt is a Mátai kollega? Szerintem a Gergényi... Nem, azért egész jól beletanult. De igen, szerintem a Gergényi ahhoz képest, amit mondtak, hogy semmi más nem tud a csávó, mint bedobni, meg futni. Szerintem ott van most ugye a magyar válogatott keretben, nyilván Rossi most megnézi, majd kiderül, de hogy most, tehát hogy azért nem a feltétel azokat a játékosokat vitte innét magával Zselák, akik mondjuk másfél éve majdnem kipottyantak, hanem ugye vitte Karamokót, aki szerintem egy tök jó futballista szintén, csak... De mire rájön Zselák, addigra majdnem lejárt a szezon. Na mindegy, hát a lényeg az, hogy ezt fehérvári érzelmű szurkolóként nyilván furcsa nézni, azóta ugye rendeztek egy Újpest-Vidi meccset, bevallom én nekem már régen, vagy ritkán van olyan, hogy tényleg érzelmileg ezért is mondtam, hogy Csobot Kevin gólja milyen különleges volt, hogy ő nagyon megmozgatna a magyar futball, de ott azért titokban nagyon reménykedtem, hogy ad ez a fiatal Vidi egy fricskát az Újpestnek. Nem feltétlenül arra gondoltam, hogy akkor tényleg tömjük ki őket. Kicsit fájdalmas volt ez a 4-1, azzal együtt, hogy hát maguk újpestiek is elismerték, hogy azért az a meccsen ott lehetett volna akár máshogy is, hogyha a Vidi is belövi a helyzeteit. Hát reméljük majd tavasszal, vagy hát a következő körben, mikor jön a Újpest-Fehérvárra, addigra összeáll úgy ez a Vidi, hogy tud egy kicsit tényleg kellemetlenkedni. És akkor innen folytathatjuk is a témát, hogy van egy új... Magam előtt a koreográfiát, meg Zselák és csapatát. Az Újpest meccset befolyásolt, hogy a Vidi elfogyott, tehát kis túlzással a reptérről mentek a meccset, tehát ott volt egy kifele 16 óra, ott sem minden alakult úgy, a hazaút kevésbé volt azért nehézkes, de az biztos, hogy ott derült ki, hogy azért a Vidi állománya szorul egy pici erősítésre, legalábbis akkor még úgy tűnt. Most én nem tudom, hogy lesz-e még beavatkozás, már nem. Azóta igen. És visszatérve még az edzőre, hogy Zselák mit írt alá Újpesten. Tehát itt számon kérték, hogy a 325 millió, ami a fiatal szabályból nem tudta a klub kivenni. Amikor 11 milliárdos a költségvetés, ez elhanyagolható tényező. Amikor a harmada, akkor azért ezek már jelentősebbnek tűnő tételek, minimum a költségvetés 10%-a, csak ő azt mondja az edző, hogy kimegyünk a nemzetközi kupába, és ezt a pénzt majd meg lehet keresni. Tehát ilyen megközelítésből a Tóth Balázs eladása is valószínű szerepet játszott a kiváló védései, nem csak itthon. Nemzetközi statisztikák alapján, ahol minden a tévén, interneten keresztül lekövethető, de ki kell menni ahhoz a nemzetközi porondra, és a Tóth Balázst egyrészt nagyon jól adták el, másrészt számra is egy egészen elképesztő karrier lehetőség, és ő Premier League kapus, és szerintem jövőre ott is fog védeni. Hát ezt évből kívánjuk neki, mert speciál Magyarországon szerintem egészen kiemelkedő volt, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy hány pontot hozott a mai statisztikai mutatókban, tényleg, hogy mennyivel védte fölül például a várható gólokat, amikből más kapusnak gólt kellett volna kapni. Nemzetközi 13 kapott gól nélküli meccse volt. Igen. Most ezt kezdte el Dala Martin üldözni az 1-1-gel. Reméljük, Martinnak nagyon szurkolok, már csak azért is, mert Bazsi fiam osztálytársa volt a gimiben, és ott voltam az évzáron, ahol egyébként kapott egy jutalmat, nem a sport, és a jó tanulmányáért, tehát hogy egy ilyen nagyon
kitűnőre érettségizett. Aranyos helyes gyerek. Annak idején én is kaptam ilyet, de csak a jó sport. Hátoznak az idők, Tomi, most már. Szóval most van egy vidi, amelyik ugye jelen pillanatban hát ilyen középcsapat pozícióban helyezkedik el, nyilván még mindig nagyon az elején vagyunk a bajnokságnak. Ezt a fiatal szabálynál vegyük fel a fonalat, hogy ti hogy látjátok, hogy egyrészt most ebben nem menjünk bele, gyerek, mennyi értelme van. Szerintem ilyen fajta szabályozásnak, ahol játékos egzisztenciákkal játszanak úgy, hogy a gyereknek 19 évesen azt mondják, hogy jó vagy bent vagy az első csapatban, majd két év múlva közlik vele, hogy hát sajnos kiöregettél, úgyhogy most már nem kell lesz, tehát gyakorlatilag azért itt pszichésen, mentálisan is tönkre tudnak tenni fiatalokat, kivéve, ha valaki valóban annyira érett és alkalmas a felnőtt futballra. Hogy látjátok, ez a fehérvári fiatal projektre mennyire igaz ez utóbbi? Tehát, hogy most ezek a srácok azért nagy tömegről nem beszélünk, szerintem viszonylag jól egyensúlyoz Pető abban, hogy legyen azért rutin is a csapatban, amíg még el nem adják azt a maradékot is, és akkor már tényleg másról beszélünk. De azért hárman, négyen stabilan megkapják a lehetőséget, ők képesek is lesznek akkor is jól focizni és a vidit vinni, amikor mondjuk már nem a fiatal szabály miatt kellene benne lenniük? Hát szerintem ez ugye november magasságában fog igazából látszódni. Most az, ami visszajön a pályáról, az, hogy amit a Balázs is mondott, hogy küzdenek, hajtanak, szerintem ez egy nagyon szimpatikus projekt. Most ugye kérdés az, hogyha tényleg érkezik ugye befektető, amiről ugye itt ugye a zuhanyhíradóban pletykálnak, akkor ez mennyire marad. Engem egy baromira bántana, hogyha most itt hirtelen megint megérkeznének az eurómilliók, és akkor tényleg ezek a fiatalok, mint a Dala Martin, a Kovács Matyi, a Kovács Zoli fia, a Patrik. Ezek így hirtelen ellennének felejtve, mert szerintem ez egy tök jó projekt. Szerintem egy Fehérvárnak miért ne lehetne a következő 5 évben mondjuk ez a szerepe, vagy a következő 3-ban a magyar labdarúgásban, hogy nem megy ki a nemzetközi porondra, viszont játszhat Pető Milán szintű játékosokat, akiket mondjuk később elvisz majd a Fradi, vagy mit a Hollandiában az AC-t, és lesznek belőle válogatott játékosok, és megkapják a lehetőséget, és mondjuk 5-8-ig vagy. Tehát nekem ez egy baromi szimpatikus projekt, egy Pető Tamás. Ráadásul négyünk közül te vagy az, aki erre már nem emlékszik, mert sokkal fiatalabb vagy, de hogy Fehérváron azért az ember szívét megdobogtatja, mert az egy dolog, hogy mondjuk a 70-es években olyan fiatalok játszottak már az NB1-ben, akik aztán 84-ben UEFA Kupa döntőbe kerültek, tehát hogy a Vidi saját nevelésű fiataljainak mindig is volt nagyon komoly tradíciója. Egy kicsivel később említhetjük a Kaszás csapatot, ahol olyan adott esetben egyébként más klubból ide kerülő fiatalok, mint Jovár Robert, Jónás Gyula, Petres Tamás, aki saját nevelés, szintén 4-esével, 5-esével rugdosták a gólokat, és egy ilyen fiatal csapatként, egy még mindig fiatal Sallóival vezérszerepben egész jó szezont produkáltak. Tehát voltak ilyenek a Vidi történetében. És hát jó lenne, hogyha lenne tényleg egy olyan csapat, ahol ezek a fiatalok megint ilyen stabil húzó emberek tudnak lenni. Ugye Balázsnak most más lesz a kiindulási alap, meg Zselákkal élből nem szimpatizált, Pető viszont régi haver, úgyhogy gondolom kicsit máshogy közelít ezt a témához. Nézd, a Tomit már játékos korában is szerettem, mert tényleg egy nagyon jó játékos volt, ezt szerintem senki nem tudja cáfolni. Küzdeni akaró, megalkuvást nem tűrő, olyan igazi akarnok típusú srác, aki ha valamit elvállal, akkor azt tűzön vizen keresztül meg akarja csinálni. És én megkérdeztem tőle, te figyelj, te biztos, hogy tudod, hogy mit vállaltál? Tudom. És meg is akarom, és meg is fogom csinálni. Mi lesz a végeredmény, azt nem tudom, de az biztos, hogy amire én szerződtem, hogy beépítem a fiatalokat, hogy játszatom, és hogy azt a és ezt nem én mondtam, ő is biztos nem bánt érte, ha látja ezt az adást. Tehát azt a Gradisárt, akit leépített az elődöm fél év alatt, azt most megpróbálom visszahozni, mert egyébként nem véletlenül rugdalta a gólokat a szlovén első osztályba, itt meg nem, csak az első meccsén. A Gradisárnál szerintem egyetlen egy dolgot kell csak megnézni, hogy hogyan fut. A testnevelésből fölmentett. Figyelj, 22 éves srác. A Gradisárt én megnéztem. Akkor fejeljen. Center. Most szerintem parádés gólt fejelt, igazi center gólt. Hagyjuk neki. Előre elmondta hetekkel ezelőtt, hogy figyeld meg az első gólt, amit megadnak, mert Kecskeméten nem adták meg. Ha megadják az első gólját végre a Gradisárnak, utána a többi is. Na, utána jött egy még, meglátjuk a többit, de tény, hogy amit eddig mondott, azon én elgondolkodtam, hogy igaza van. És most nem arról, hogy most jobban szeretem, vagy kevésbé, de visszamenve az UEFA kupás Vidihez, ugye
ott mindenki példálozik ezzel a csapattal, ott is saját nevelés, egyed a Vég Tibi volt, aki fehérvári születés, és itt nőtt fel. Többit gyerekkorba hozták, mert volt egy olyan zseniális szem, mint a Csiszár Guszti bácsi, aki, tehát nem tudok olyan retro riportot csinálni régi Vidissel, akkor téged nem a Guszti bácsi, de engem is, de még a Kis Imre bácsi is ott volt, mondjuk mondta Wittmann Géza legutóbb, velem a jövő héten lehet hallani az interjút, de mindent a Guszti bácsi, és tényleg nagyon fiatal korban a megyéből, meg az ország minden része össze tudták szedni, mert látták, tehát figyelték a fiatalokat, és tényleg volt itt egy olyan fiatal bázis, mert egy 12-13 éves korában ide került játékosra, aki később felnőtt lesz, válogatott lesz, stabil játékos, arra már lehet mondani, hogy azért mégis a mi kölykünk, meg saját nevelési egy valamilyen szinten. Igen, ezekre a srácokra is, tehát most az úgyhogy nekem ez tényleg szimpatikus, ami most ez a folyamat elindult. Én azért is szoktam most mondani, szurkolok, írnak rám, hogy hú, de most mi lesz, akkor most nem jönnek a milliárdok, meg nem megyünk. És akkor mi van, nem megyünk egyszer vagy kétszer egymás után nemzetközi porondra ki? Most mi történik akkor, ha végre lenne 3-4 olyan fiatalunk, a Kis Pető, a Kis Kovács és a többi, akit be tudunk építeni. A baj az, hogy ebben a magyar bajnokságban, és ez csak félig vissza, hogy a harmadiktól lefelé mindenki kieső jelölt. Tehát, hogy gyakorlatilag van 7-8 csapat. Most azt néztem, hogy megvertük ugye az MTK-t, de ott volt egy kis lauf a többi csapathoz képest. Hirtelen negyedik lett a Vidi, de azt számoltam, hogyha mondjuk mindenki megnyeri, aki kevesebbet játszott a meccseit, akkor vagyunk 8-ok. És 8-tól már az ember visszafelé pislog, hogy az a 4 hely, ami még van, az mennyire van közel. Tehát nyilván mindenki tök elégedett lenne, ha úgy lenne ez a csapat mondjuk 6., 7. vagy 5., hogy szezon közben egyszer se kell attól félni, hogy mennyire van közel a vonal, mert a másik vonal, a dobogó, az szerintem nem reális jelenleg. Itt az lesz majd egyébként szerintem egy veszélyes időszak, és én ezért mondtam ezt a novembert, ugye ma még, mi van, szeptember? Ma még lehet igazolni. Nyilván lesznek itt-ott érkezők, és ugye a ugye mostani válogatott szünet, és itt a szeptemberi válogatott szünet után olyan október elejéig szoktak összeállni a csapatok. És az a kérdés, hogy amikor majd összeáll az összes csapat, akkor majd mondjuk egy ilyen meccset, mint az MTK elleni, azt meg tudsz-e nyerni? Mert ugye ehhez például nagyon kellett Dala Martin, meg az, hogy például Serafimov hibájánál ne úgy alakuljanak a dolgok, ahogy alakultak, és pont nem egy rutinos légiós védőtől várod azt, hogy a saját 16-osán leesik a lábáról a labda. Igen. Hát igen, mondjuk azt mondod, hogy Pető, benne van egy fiatalban. Pető Tominak nagy szerepe lesz ebből, hogy tényleg milyen hangulat lesz az öltözőben, mennyire lesz egységes ez a csapat. Lasszit akartam kérdezni, hogy nem tudom, te emlékszel arra a írtózatos góra, amit a Pécsen lőtt Diszl Petinek? Felemlegettem neki, mert én ott voltam, sőt lehet, hogy még közvetítettem ezt a meccset, ide Fehérvári Sport TV-be, egyszer csak gondolt egyet. Még a dukkerek is emlékeznek rá. Hát egy jó 35-ről rugott egy írtózatos nagy gólt, és Diszl Peti akkor egy levezetőben a Pécs kapusa volt. Mondtam, most egyszer találkoztam Petőnek, azt mondta, megvan nektek ez? Hát levetíteném az öltözőben, hát lássák már, hogy kell gólt rugni, mert akkoriban volt, hogy helyzetekből se rúgtak kapura, sem meg így tovább passzoltak, de megmutatnám már, hogy kell lőni. De hát neked is megvannak az emlékeid róla nyilván még játékos korából. Elképesztő harcos volt, tényleg csak az zuhany alatt lehetett leállítani. Tehát, ha hideg volt a víz. De az biztos, hogy óriási harcos volt, és amilyen nagy erénye most, hogy kimondottan jól cserél. Tehát ahogy Nyíregyházán visszajöttünk a meccsben 0-2-ről, jó két öngót rugattuk a hazaiakkal, de az biztos, profi hogy munka volt. Nagyon jó meccs volt, mert gyönyörű stadion, csak piros-kék gólok, és volt 3 öngól. Tehát, és még egy sóstó is van. És Gradisár kapcsán nekem is azt mondtam, hogy ezzel a mozgással, oké, hogy 110 gáton nem jár olimpiát, de a futballpályán sem optimális. Carvelisre emlékszel? Igen, Vita utaz. Itt van, aki mint a tűzön járt volna. Igen, parázson lovolt. És aztán védelmi hiba után elengedték, gyönyörűen megoldott a kapus mellett, fejelt most egy nagyon-nagyon szép gólt, és én is úgy gondolom, hogy Sitku Illés kapcsán mondogatta mindig Kuttor Attila, hogy kiszakad a gózsák, és jönnek. És aztán valóban jöttek a gólok, de az biztos, hogy én is azt mondtam, hogy jó ez a keret, a védelem szerintem rendben van, még úgyis, hogy Serafimov sokat hibázik, amire korábban nem volt példa. A középpályán ütköznek a fiatalok, és azt mondtam, hogy kell még egy tank, de olyan tank, aki technikás és gólt is tud rúgni. De most mondom, rám cáfol Gradisár, tehát én úgy tűnik, hogy ez egy nyugodt középcsapat lesz, amivel én abszolút elégedett lennék, mert azért túl azon, hogy mondjuk az utolsó pillanatban bírói tévedése vesztettük el a bronzot, egy évvel korábban bírói segítséggel maradtunk az élvonalban. Van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy 6-8. Kiegyensúlyozott csapat, akinek valóban nem kell annyira hátra pislognia, előre sincs nagyon értelme, de én úgy gondolom, hogy ez a csapat, amire
képes, amire predesztinálva azt egyelőre abszolút hozza. Mert meglátjuk, hogy a szurkolók, vagy hát a közvélemény, hogy fogadja. Volt idő, vagy volt igen, a időnk hozzászokti, hogy azért már nem az arany, meg az ezüstére, meg a nemzetközi kupa a tét. De ha jön az új befektető. Na hát igen, akkor még egybe erre azért térjünk ki egy kicsit, úgyse nagyon fogunk már sok minden másról beszélgetni az adásban, hogy ezzel kapcsolatban mit hallani, és egyáltalán van-e realitása, mert azért, hogyha régi időket már felidéztem ilyen pozitívumként, azért én olyanra is emlékszem, amikor rettenetes szélhámosok meg kalandorok fordultak meg a klub környékén, olyan is előfordult, hogy két év alatt volt három neve, meg öskürebe jegyezve, meg stb. Tehát tudjuk, hogy voltak olyan időszakok, amik most már nem fognak visszaköszönni, azért állami gondoskodás van bőven, de hogy reálisan remélhető-e, hogy a magyar futballban egy fehérvári csapatban valaki tényleg fantáziát lásson. Hát nem úgy mondom, hogy ne adj Isten, inkább, hogy kíváncsi vagyok, hogy például olyan részben akár állami hátterű befektetőmről szintén pletykálnak, várható-e még egyszer? Hát én úgy hallottam, hogy egy ilyen állami hátterű befektető segítségével majd jön külföldről egy nagyon nagy nagyon hal. Jó, egy nagyon nagy hal, de akitől ezt az infót kaptam, pont mikor ide tartottam, akkor hívott, hogy figyelj, úgy néz ki, hogy fék a történet, de lesz valaki, más jön, de ő meg a stadiont akarja még. Tehát, hogy a stadionnal együtt venné meg a csapatot. Na most, bocsánat, tehát én a szomszédtelkét nem adhatom oda neked, ha tőlem kérsz valamit. Tehát a város biztosan nem fogja eladni a stadiont egy jó darabig még. Ugyan akkor sem, a város is nem nagyon feltétlen. Boldog lenne, ha ennek a stadionnak a fenntartásában valaki benne lenne, mert azért, amíg teljesen mézzel folyó Kánaán volt, addig gyakorlatilag ugye olyan szerződés volt a klubbal, hogy a városnak egy fillérjében nem került szinte a stadion fenntartása, és ez most egy újabb arénával együtt azért olyan nagyságrendű terhet ró a költségvetés is, hogyha most valaki azt mondaná, hogy hát, ha nem is megveszem, de mondjuk üzemeltetem a stadiont, az már rögtön. Nem érezhet. De a város nem teheti meg az önkormányzat, hogy egy ilyen ekkora értékét, ugye, vagy ekkora értékű ingatlant mondjuk eladjon valakinek, mert keresztre feszítenék szerintem. Ebből pénzt nem tudsz csinálni. Tehát azért nem lehet. Nem az Amsterdam Arena, vagy immár Johan Cruyff Arena, ahol hadsávos autópálya megy, három bútoráruház, négy kalandpark, tehát egy világváros szívében, középen, amíg még az alsó szintek is eladhatók, a skyboxok minden, is eladhatók, igen. Tehát önképpen egy multifunkciós valami. Hát a grupa az egyetlen, amelyik önfenntartó ilyen szempontból. A Debreceni stadion meglepő módon önfenntartódott, az csodálatos a környezet, a parkerdő, ott kiszolgáló létesítmények, motorszerviz, autókereskedés, multidiszkó, közel mindenhez, eleve kimennek a családok, ott a vendéglátóipari egységek szaladnak. Tehát nem lehetne megpróbálni ezt mondjuk Székesfehérváron is, ahol egyébként nincs annyi szórakozási lehetőség, mondjuk egy átlag családnak hétköznaponként főleg, tehát még akár lehetne is, hogy valami ilyesmi gondolkozni, de ez a stadion nem úgy épült szerintem eleve. És nem olyan helyen van. Kéne. Igen. Úgyhogy lehet, hogy a stadion valakinek vonzó, azt sem tudom elképzelni, hogy miért venne bárki stadion, tehát hogy nem tudom. Nem volt rossz az ötlete, Tarsolt Csabáról most újra tele vannak a hírek, de ő például kitalálta azt, hogy Alendelon jön majd a parfümériáját megnyitni, és aztán ott is volt a hotel. Egy plázával lett egybeépítve a stadion gyakorlatilag. Így van, tehát ő úgy gondolta, hogy BL csapat heti két meccs, tele mindig, és aztán végül is a győri közszolgáltatók mentek ki oda, aztán iskola tanítási időszakok voltak, hát kimente a győri posta. Most itt érték első fokon 13 évre. Igen, tehát többen kijöttek, de minden esetre az ő ötlete az volt, hogy Győrben is, ő is azt mondta, hogy őt a stadion és a futballcsapat egybe érdekli. Felépítette azt a multifunkciós létesítményt, amiből csak a szálloda nyereséges. És a szálloda végrehajtó is azt kérte magának, és mert eleve ott van az autóipari koncern, ahol el kell szállásolni a német tulajdonosokat, illetve a igazgatósági tagokat. Tehát éppen az a projekt sem alakult úgy, ahogy ő eltervezte. Tehát nagyon nehéz egy stadiont rentáblisan működtetni. Az Üllőjút esetleg, de például erre már az újpesti alkalmatlan, a kispesti az elhelyezkedésénél fogva alkalmatlan. Tehát nagyon nehéz egy világvárosban, ez működhet, de egy Allianz Arena esetében sem működik. Részlegesen bizonyos dolgokat lehet, csak az is távol van mindentől. Tehát én úgy gondolom, hogy a stadion projektet a futballcsapattal kezelni Fehérváron, ez utopisztikus. Hát a kérdés, hogy akkor viszont milyen a jövőkép. Már a
igazán fényes vagy sikeres időben sem arról volt híres a Vidi és a klubvezetés, hogy olyan nagyon nyíltan és mindenki számára érthetően kommunikálta volna mondjuk az üzleti terveket, meg elképzeléseket. Ez szerintem most sem fog változni. Akkor marad az, hogy szurkolni kell, hogy legalább ezen a szinten fiatalokkal, NB1-es középcsapatként azért lássunk meccseket, mert azért az is bebizonyosodott, és itt tényleg részhettünk Kispest meg Angyalföld felé is, hogyha egyszer billan a csapóajtó, akkor azon visszamászni, az már irgalmatlanul nehéz. Az biztos. Tehát a Gyirmót, a Kazincbarcik, vagy a Szent Lőrinc jelenleg szerintem jobb helyen áll, vagy a Kozár Michelin, bocsánat, az NB2-ben, mint a Vasas meg a Honvéd. A Honvédnál gyakorlatilag érdekes. Mindenki. És itt azért tényleg történelmi tradíciókról beszélünk. Tehát óvatos az új tulajdonos, mert azt mondta, hogy 3 éven belül jussunk vissza az NB1-be. Uh-huh. Azért egy kicsit érdekes projekt. Hát először el kell tültetni az adósságot, ami nem kevés. Ott is megjött a tulajdonos, és ő nem nagyon értette, hogy ezért a szerb labdarúgóért miért kell ennyi fizetni, és miért ekkora fizetés. Mert hogy a nemzetközi trend. És a nemzetközi trend és a magyar valóság azért nagyon messze van egymástól, és aki úgy jön, hogy a futballvilágát nem ismeri, az nagyon könnyen csinál pár milliárdos adósságot. Mert a futballt akármennyire is mondják, piaci alapon nem lehet kezelni, itthon legalábbis nem lehet. Hát itthon nem lehet, pontosan 40 perc telt el a 45 perces adásidőnkből, úgyhogy igazán méltó a többi sportághoz, hogy most nem is akarok nyilván belemenni, de ha már beszéltünk létesítményről, meg Fehérvári új létesítményről, és a nyárról, az Alba Arena, ahogy tetszett nektek, most már láttuk ugye hoki mérkőzésen is, és hát itt van a nyakunkon a Volán Bajnokok Ligája szereplése. Nyilván a hokisokkal is rengeteget fogunk még foglalkozni a következő adásokban. Egyáltalán milyen reményeitek vannak ott, mert az megint egy olyan kihívások ígérkezik itt a, mondjuk ha csak a Nyitra elleni edzőmeccsből indulunk ki, ami bármennyire profi projekt és bármennyire magyar vagy akár osztrák szinten jó csapat épül, úgy néz ki, hogy ez a Bajnokok Ligája, ez olyan lesz, hogy örüljünk, hogy láthatjuk. És ugye erre kell egyébként mentálisan meg mindenhogy fölkészülni. Egyébként nem csak a játékosoknak, vagy lehet, hogy talán pont a játékosoknak legkevésbé, hanem a szurkolóknak, hogy igen, itt most játszol 6 meccset, és itt lehet, hogy 6-szor föltörlik veled a padlót, és nem azért, mert kérdezzék gyengébb. Meg az Entronerszeseket ők. És nyilván nem ezzel a céllal, tehát most én pont most Hári Jánostól jövök, és mondta, hogy igen, győzni megyünk. Mit mondana egyébként, de nyilván tisztában van ő is a realitással. Gondolom, itt arra kell fölkészíteni a szurkolónak saját magát, hogy attól még, hogy mondjuk itt a Bajnokok Ligájában mondjuk tényleg annak is örülsz majd, hogy gólt lősz, abból hogyan tudsz átmenni úgy az osztrák hokiligában, hogy tudod, hogy igen, ez a saját terepet, ez a saját szinted, és adott esetben ugye 2 éve is láttuk azt, hogy a BL miatt nem feltétlenül úgy sikerült az első néhány hét, ahogy mondjuk sikerülhetett volna BL nélkül, itt ezt kell mondom fejbe átkalibrálni, és egyébként például Hári Jancsi is azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy majd a karácsonyi időszak után játszol jól ez a csapat, tehát legyen meg az alapszakasz első 5 helye, és utána a playoffban kell meccseket nyerni, és az pedig nagyon-nagyon hosszú idő. Tehát tényleg ez a BL az olyan, hogy látsz űrhokit majd, és nyilván a hoki az egy olyan speciális sportág, hogy nehéz elképzelni azt, hogy ide fölnőjél, hogy itt hogy Veszprémben űrkézi labdát látsz, és ahhoz felnőtt hát a ugyanakkor Veszprém. Ugyanakkor ahonnan elindult a magyar hoki, és ahol most, tehát az már egy ilyen egész már űrtörténet. Csak azért mondom, hogy nyilván most ott vagy, hogy 90. hely körül van ugye a Volán az európai ranglistán, és itt játszik majd az elsővel. Igen, és hát ugye a válogatottnál is, tehát azon füstölgünk, hogy az osztrákoktól megint szétlövésbe kikaptunk. Azoktól, akik 20 évvel ezelőtt, ha nem vertek minket 8-szal, akkor már örültünk. Tehát nagyon-nagyon nagy fejlődések. Az ő szintjükre talán sikerült így elérni, hogy tényleg egy éles meccset lehet játszani. Egy gondolat még magáról az arénáról, voltatok benne, láttátok. Igen. Szerintetek lesz ott valaha teltház? És lesz. Olyan hangulatú kulcsmeccseken lesz. Szerintem már jövő hét csütörtökön sem elképzelhetetlen az első hazai BL, szeptember 12, tehát nincs igazából éppen akkor konkurencia, már egy kicsit hűvösebb is lesz, mert csak 27 fok lesz, tehát hogy szerintem... Szurkolás milyen volt egyébként? Szólt annyira, mint a... Én nem voltam ezen a mérkőzésen, azért kérdezem. 2000-en voltunk, eleve harmadház, én a BL-re biztosra vettem a teltházat. Kiindulva abba, hogy a Veszprém, amikor elkezdett BL-ezni, és egy Tatran Prešov ellen, mert BL,
óriási telepház, a Szeged ellen már pedig... Már az Új Arénában? Az igen, az Új Arénában. Tehát az Eperjes ellen, mert ez BL meccs volt, és olyan gyenge BL csapatok, mert azért beesnek olyanok is, akik nem feltétlenül odavalók, rettenetes telepház, óriási hangulat, és egy Szeged meccsen pedig nem volt telepház. Jó, elkönyvelték akkor már a Veszprém biztos bajnoki aranyérmét, de itt is én biztosra veszem, hogy telepház. Nem segített a teljesen telt házba ez a Nyitra elleni eredmény, de itt azért vitatkozni szoktam emberekkel, korábban sokkal többet jártam ki a szlovákokhoz, és azt mondtam, hogy a szlovák bajnokság eleje az jobb, mint az Ebel eleje. A szlovák vége rosszabb, mint az Ebel vége, de az biztos, hogy speciális meccs volt, nem volt kapus teljesítmény, és amit az ellenfél kapuló lőtt, az gól volt. Abszolút. Ez nem ennyire reális eredmény, de azzal együtt is én is nagyon várom a BL-t, mert azért ez egy világszínvonalú csarnok, tehát 6500-asban szerintem a világon nem nagyon van szebb ennél. Itt ez a nehéz ügy, hogy megtölteni sok nézővel, ahol viszont jó csapat kell, és kellenek az eredmények. Tehát ez egy újszerű projekt, ahol mindennek stimmelnie kell, és hogy lesz-e olyan láncszem, ami esetleg megakad, de remélem nem. Na hát Laci adta meg ismét a tökéletes végszót. Nagyon szépen itt köszönöm. Majdnem. Köszönöm, hogy bejöttetek, és elindítottuk ezt a szezont. Nagyon sok mindenről fogunk még beszélni nyilván ebben az idényben is, a Vidiről még sokszor, de hát elkezdték ugye a kosarasok is a felkészülést, hál' Istennek. Idén jó, is legalább is annyi csapatnak szurkolhatunk Fehérváron, és persze különböző válogatottjainknak, mint az előző idényekben, úgyhogy várunk mindenkit keddenként a kezdőkör asztala köré. Köszönöm szépen a figyelmet is, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.